Halló? Halló? Boldog szerdát Szevasztok. mindenkinek. Üdvözlet, srácok. Remélem mindenki jól érzi magát, remélem mindenki feltöltődött a hűvös időtől, energizálta a részeit, beindult a vérnyomásra, Na, stb, stb. stb. És szétpörgítek magadokat. Nekem energiát ad. Tasantal üdvözölt az embereket, hogy kurva jó reggel, minden kedves faszopónak. Tehát neki jól indult a reggel. Láttad? Igen. Na, így kell indítani a reggelt, ott van az erő, érzem benne. Akkor... Ér, ér, érzem, érzem az erőt korán reggel. Hát de nem. Most Én akkor a szót, az a baj, most egy kicsit lefagytam. Na mert? Miért? Ez erre nem tudok tenni. Ez van. Hát de ne hülyéskedj, már ott volt benne az energy. Akkor én értettem félre, hogy ő most ilyen nagyon örül, hogy itt van. Szerintem igen. Na, lehet akkor. Na mindegy. Azt hittem, hogy ő csak kurvára hogy itt van, akkor nem. Nem. Nem, akkor nem. Na, mindegy, akkor. De jó reggel, szavaztok, srácok. Itt szerd a reggel. Hello. Na, mindegy. Uh, hú. Uh, hogy kaptam egy reszletet most így írtam az agyamba. Fú, de nehéz ez így. Olyan, mint hogy egy gödörbe találtam volna bele. Pedig olyan sok más üzenet volt. Hát, ez, ez tűnt a legviccesebbnek. Az igazság. Uh. Lefagyott a program, Pisti, úgy látom, ettől az üzenettől. Igen, le. Mivel akartam kezdeni, vártok, nem is tudom. Nem, bocsánat. Van, van, van ilyen, amúgy. Mert észrevettem én is, csak, na mindegy. <gül> <gül> Jó, Isten. Ez van. Lehet, hogy ezért nem veszem észre én a negatív kommenteket, mert hogy nekem ez nem volt az. Ahogy már rájöttem, lehet, lehet, lehet hogy ezért. A, van. Jani, ez talán kilendít ebből. Szerintem Na. ez alapvetően, nem is alapvetően, szerintem ez gond. Azért, mert tehát az, mit úgy értem, hogy nem az, hogy te mit veszel, mint, tehát mm. az, hogy hogy, hogy te miket gondolsz az emberekről sokszor, és hogy szerinted ez nem gáz, szerintem ez egy fundamentális probléma. Igen? Igen, mert ez azt jelenti, hogy van egy pici részed, uh -huh ami lehet, hogy így összefésülhető, Öm, így velük. Tudod? De kikkel? Hát, akik tudod, az? mondjuk ilyeneket írnak. Na jó, de én ezeket csak röhögni tudok. Ilyet látom, hát igazából hát annyira nem vicces, valamint, most. Jó. Én, úgy, én úgy érzem most, uh, hát, vagy, 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 hogy annyira nem az, de azt mindig értékelik el, ha valaki jól szórakozik. Én is erre gyanakszom. hogy lehet, hogy ezt sem másokkal. Hogy valakinek Hát azért nem szoktam így írni. Jó, tudom, én tudom, hogy nem, csak most így próbálom. Nem, nem, nem. Próbálom előszedni. Na mindegy. Mások is biztos gondolkodnak még így. Ez van. Fagylalgépekről akartam beszélni, és most már eszembe jutott egyébként, de beszéljünk ezekről amúgy. Tehát én erről nem tudok mit tényleg. De akkor miért hoztad fel? Beragadtam a kábelbe. Hát nehéz erről beszélni. Hogy érzed? Gyerekkori trauma miatt történt ez. Neked sok volt, Jani? Úgy érzem. Mármint mit úgy érzed? Sok ilyen ember vett körül kiskoromban, és uh -huh. tudod, már máshogy látom a világot, teljesen. Uh -huh. Hát sok volt így. Mi így köszöntünk az iskolába. Bementünk, na mi van, faszopó? Akkor... Olyat, olyat mi is csináltunk egyébként, de mondjuk ezt az urat, ezt ismerem, pont. Na, ne, na látod, én nem ismerem. De ez volt az a Jani. Igazából, mert. A... Most így én úgy érzem, hogy ez a néhány perc pont arra jó, hogy így magába tudja szippantani, és tudod, ettől lesz meg a napi energiája, mert telibe talált. Lehetséges amúgy. Szerintem. Most örül, lehet. Hogyha tényleg rossz indulatból írtál, akkor most örül. Igen. De nem baj. De várj, akkor olvassunk ilyen kommenteket. Itt van. Szeretsen Dió azt írja, hogy kíváncsi arra, hogy neked mikor lesz belőlem eleged, mert nem viselne, nem viselne el a te helyedben. Az az igazság, hogy de ugye nekem volt egy gondolatmenetem, most így reggel uh -huh. egy kezdésből, és kicsit megakadtam ettől. Ugye nekem is reggel van, nehezen gondolkodom, és egy kicsit elakadtam benne, de már összeszedtem, és már az is meg vagy, vagy gép. Te a múl volt ezt, ezt te még meddig tudod elviselni, hogy meg tudsz akasztani? Nem tudom. Ja, hogy meg tudok akasztani? Uh -huh. De nem nagyon szoktalak megakasztani. Tudom, csak ezt 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 most kicsit... hirtel, De ez most egy hirtelen jön. Nem ez a kérdés. Szeretném arra kíváncsi, Mikor lesz hogy egy... ezt te meddig tudod még elviselni? Mikor lesz ebből eleged? Szerintem most már hónapok kérdése. Ugye? annyi, ennyi, le, ennyi van hátra, én úgy érzem. Igen. Még, még úgy Hát még bírom egy kicsit. Nem szokott gyakran előfordulni, érted? Csak az baj, hogy ugye össze van rakva egy ilyen, hát nem egy órás, de mondjuk egy ilyen 45 perces lendületritmus, egyába, hogy egyáltalán hogy mozogunk a témák között. Ugye ez így megtörik nálam, ez csak a hogy nehezebben indulok. Ez egy nagyon nehezen elviselhető folyamat. Hát igen. Látszik rajtam, prefektor, azt mondod? Már mint mi? Nem tudom. Ne, ne, <laughs> o, 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 o. <laughs> Jó Istenem. Igen, na mindegy, ez ez, ez érdekes, érdekes ezeket olvasni egyébként, főleg amikor amikor tudod így, 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 így történik egy ilyen jellegű beakadás, mert ez mindig olyan, tudod, mint amikor így nézi valaki, hogy mondjuk ász, átúszol mondjuk A-ból B-pontba, és mondjuk nézi kilencen, uh -huh. ahogy úszol, ez az Jani, menjél, vagy Pisti, tök mindegy, és tudod így a közepe környékén, Görcsbe a lábad. Mm. És tudod így. Huha, huha, és a az szemes az sarkából közben észreveszed, hogy 12 lettek. Mert oda jöttek hármaj. Hogy... Na. Tud, le, lesz valami. Tud, lehet, hogy lesz valami, lehet, hogy telefonáltak is körbe, vagy valami mással mind Mindegy, ez, 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 ez fontos. Um, legalábbis én mindig így érzem. Nem katasztrófa turizmus ez, de kicsit szerecsendió. Én úgy érzem. Lehet, lehet, lehet. Nem járok pszichológus az egyébként. Nem jár egyikünk sem. Nem, de lehet, hogy kéne amúgy. Mondjuk beszélgettem már olyan emberrel, aki jár, uh -huh. többet nem fogok, de ez így rossz tapasztalat. Hát, a embere válogatja. Egyem. Igen. igen, Meg pszichológusa. már úgy hallottam, hogy borzasztó nehéz jó pszichológushoz bekerülni. Én, én, azt, én azt hallottam, hogy nagyon-nagyon nehéz uh, rájönni, ki a jó. Mivel hogy hát igen, nagyon. függ attól, hogy, hogy Akikről tényleg nagyon jókat olvasol, tudod, meg így elismertek a szakmákban. Ott ilyen, itt akár egy éves várólista is van, én úgy tudom. Egy év. Aha. Vagy több hónap. csinál csináljuk már, már ezt tovább. Itt Hapuli lapú azt írja, hogy ha segítség kell neked, akkor kétszer pislogj. Jani, ki? Most nem merek piszulni. Nem az, de hogy szerinted, tehát megpróbálod nekem elmesélni, amit te jól olvasnod, hogy szerinted, szerinted miért van szükséged segítségre? Nem tudom. Most tényleg nem tudom. Most lehet a pszichológus téma, hogy feljött, miatt. Fog, fogalmam sincs. Nem tudom, mert én ilyen ellentétes dolgokat ö, vélek felfedezni. Fogalmam nincs. Hogy tudod, így, így én megakadtam, amit neked kell még elviselni, aztán te így beszélsz magadról, Kell se... nem, nem értem. fogalom nincs. De azt Vá... jelenti, hogy tényleg hónapok még bekerülsz egy jó pszichológushoz, és rohadt drága az órabér. Igen. Hát igen. Én is ezt hallottam, mondom. Most pont egy ismerősöm gondolkozik rajta, hogy elmegy, sőt, már volt is. Uh -huh. Aztán ő mesélte nekem, hogy amúgy kurva nehéz találni egy jó szakembert. Uh -huh. ha találsz, és tényleg jókat uh, hallasz róla, akkor meg nagyon nehéz bekerülni. És most szerinted uh, azért van, mert sok a hülye, nagyon sokan járnak. Vagy azért van, mert sokan e, nem bírkóznak meg egyedül a dolgaikkal. Szerintem az. Szerintem nem, nem, a, nem a hülyeségem múlik ez. Uh -huh. Inkább sokan nem tudnak megbírkózni a dolgokkal. Uh -huh. De amúgy érdekes. De ezek szerint tényleg nagyon sokan járnak pszichológushoz. Nem. Uh -huh. hogy, de most olyan ennek mi lehet az oka, hogy. hogy nem tudom, kevés az embereknek nem, nem annyira vannak már barátaik, vagy akiket ott tud, meg tudná beszélni a problémájukat? Én mert amúgy sokszor vagy... egy pszichológus tényleg csak ennyit csinál, tudod, hogy meghallgatja, hogy... Vagy, vagy jó mondjuk, ha nem csak ennyit csinál, mert amúgy nagyon jó kérdéseket tesz fel, az uh -huh. biztos, ami így rávezet arra, hogy mi lehet a gond. Uh -huh. Mondjuk egy barát nem biztos, hogy képes erre. Igen. Hát nem tudom, hogy Ez benne lehet egyébként. Na. Ha Nehé nehéz ha, erről így kívülről beszélni, ne szerintem. Jó, nehéz, ez tény. Itt uh, most koncentráljuk a egy darabig a csetre. Viki kérdez, hogy hogy értem, hogy sok a hülye. Hát úgy, hogy uh, ugye Jani mondta, hogy nagyon-nagyon hosszú idő bekerülni ezekhez igen. a pszichológusokhoz. A jókhoz, igen. igen, Ebből arra következtettem, hogy többen vannak, a, mint akik nem. Ja, hogy több a problémás ember, erre gondolsz? Azt kezdte, hogy érted, hogy sok ja. a hülye. Úgy. Uh -huh. Mert igazából, um, Szerintem, szerintem nyilván a statisztikát nézzük, benne van az is, tudod, hogy olyanok is járnak, akiknek amúgy lehet, hogy nem kéne, de tud, biztosra akarnak menni. Amúgy tudod, amikor van a, ilyen ilyen. a térdel, és akkor elmész egy emeri vizsgálat sorozatra. Biztosan van ilyen is. Igen. Biztosan. Igen. Mert hát ugye az, azt nem tudom, na, nekem ez itt a kérdés ezzel kapcsolatban, mondom, és soha nem voltam pszichológusnál, hogy elkezded ezt a dolgot, és mondjuk látod magadon a változást, meg hogy, hogy ez segít, uh -huh. de hol, hol a vége? Én, akivel beszéltem uh -huh. és jár, ők kicsit ilyen életmódváltásként fogták fel. És De ők akkor fontosan járnak, nem? Uh -huh. Tehát, hogy igen, én is erre gondoltam, Tehát, hogy, hogy nehéz Van egy adott, adott problémája, az embernek elmegy, én ezt tudom, mondom, ezt így másodkézből tudom mondani, mert nekem fogalmam sincs. Öh, ők azt mondták, hogy volt egy problémák, elmentek, szerintük azt meg, sikerült megoldani, uh -huh. így nagyjából, de hogy utána is folyamatosan jártak, mert hogyha így megpróbált, hogy nem jársz, akkor így úgy érzed, mint hogyha tudod, így kiszúrnád az úszógumit. Uh -huh. Hogy amúgy értem. lehet tudsz úszni, de kurva para. Értem, értem. És értem. hogy inkább, 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 inkább járnak. Uh -huh. um, egyébként most nézd, ezért is mondtam, ezért is fogalmaztam úgy, hogy hogy, 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 hogy ez így működik, mert um, szerintem simán jó dolog valakivel beszélgetni úgy, hogy tudod, hogy igazán nincs következménye. Uh -huh. Tehát neki mondhatsz bármit, tudod, ő nem fog megsértődni, Igen. elmondod, tudod, azokat a dolgokat, amiket a körülötted lévő nem nem mersz, vagy, vagy ilyesmi. Biztos, hogy ez van benne. Igen. De mondom, ez, ez, ez talán azért lehet, uh -huh. hogy az embernek nincs, nincs olyan barátja, akivel mindent meg tud osztani, vagy nincs olyan családtagja, uh -huh. vagy egyszerűen csak tényleg furcsa dolog belegondolni, de de, de inkább egy idegennel beszél a problémáiról, uh -huh. mert akkor tényleg nem kell vállalni a következményeket. Utána. Ez is ez is, ez is benne van. Illetve, hát... illetve az, hogy hogy talán, talán egy külső szemlélődő máshogy látja az életed. Tudod, nem Hagyis. befolyásolja az, hogy nem akar megbántani igen. Ö, 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 igen, egyéb igen. dolgok. Igen. Miért lenne hülye, aki pszichológushoz jár? Én nem mondtam, azt a cserbe írták, gondoltam, így egy opcióként felvázolom a másik mellett, hogy melyik van. Uh -huh. igen. igen, igen, igen. Na, úgyhogy ennyit a pszichológusokról, de nem járunk továbbra sem, mert ez többször felmerül, amúgy az egy év során, <laughs> hogy járunk-e. De nem járunk. Igen. Én azt mondtam már is, természetesen azt se vettek olyan a, a nézők nagy része. Én mondtam, hogy nekem valószínűleg kellene. De úgy érzem, hogy elvenni a késem élét. Egyrészt. Azt mondom. Uh -huh. Annyira megváltoztatna. Nem, nem változtatna meg, csak. Uh, um, nem tudom. Um, én én valahogy, valahogy úgy érzem, hogy jobb, ha elviselem ja, aha. a szarságokat, mert egyébként az élet, ahogy telik az idő, nagyon sok mindent kivett már a késem éléből, hogy úgy mondjam, és most nem a pöcsemből beszélek, ez nagyon fontos. Üm, és nem maradt már szerintem olyan sok. Uh -huh. Üm, ez különböző dolgok miatt van, az emberek megváltozik az élete, telik az idő, más dolgok fontosak, stb. Ugye most nyilván fiatalon az ember sokkal. Viccesebb, vagy nem tudom, hogy mondjam, sok esetben, vagy államba És szerintem, hogy mondjam neked, a saját, a saját hibáidon, a saját problém, problémáid, problémáidra tudsz önmagadtól reflektálni, úgy, hogy tudod, hogy, hogy reagálsz dolgokra ilyesmik. És ez lehet egyébként sokszor forrása jó dolgoknak is. Nem csak jó dolgoknak mm -hmm. nyilván, de jó dolgoknak is. Legalábbis én azt tapasztalom még. Lehet. Lehet. hogy ez egy mérleg, tudod? De, de egy biztos. Megoldás rám nincs. Tehát, hogyha azt gondolják az emberek, hogyha én elmennék pszichológushoz, akkor én, nekem megoldódnának azok a dolgaim, amik, amik, másokat zavarnak, azok nem oldódnának meg. Nekem jobb lenne. De, de, tudja, de nem változik meg az ember tőle. Nem tudom. Azt mondják, hogy azért tényleg fel tudja nyitni az ember szemét. Hogy... Fel, de nem a mások. Tehát, tehát mm. magaddal szembe oldja meg a problémákat. De mondjuk az is fontos. Persze, az fontos, nyilván. Fontos. De azok a dolgok, amik, 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 amik benned vannak, és másokat zavarnak, az, az, az így se úgyse változik mm -hmm. meg. Jó, hát igen. Mert nem fog. Persze, <laughs> ez, ez hát így... az ember nagyon nehezen változik meg. Főleg az ilyen alap személyiségi jegyei. Van, az, van, az, így van, így az, van. Az nehéz. De mondom, ez egy bonyolult kérdés uh, szerintem, uh, hogyha azt nézzük, hogy... Uh, Hogy, hogy ki vagy téve így online. Mhm. Uh -huh. Igen, igen. Még amúgy emiatt lehet, nem lenne rossz elmenni. Én nem vagyok biztos benne, hogy az emberek szeretnék. Mármint, hogy elmennél? Mhm. Uh -huh. Hát nem is kell róla tud, tudjanak. Tudni fognak róla. Igen? Uh -huh. De hát uh -huh. hogy? Hát hogyha nem beszélünk róla? De lesz eredménye úgy. Ja... Jó, óriási megfejtéseim vannak ma reggel, srácok, félelmetes. Uh -huh. Na mindegy, legalábbis nekem ez a véleményem. Én mindig is kicsit így ettől, mert nem tudom, hogy... Tudjátok, ez, ez, is, ez is biztos a megszokás, hogy félek, hogy valami megváltozik. Lehetséges, hogy ilyen, amit tegnap kiírtam Twitterre a Google-nél, ott is tök jó volt látni egyébként, hogy azért, mit tudom én, 100 emberből, 98 még mindig nem ilyen progresszív gondolkodó hogy jó, 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 hogy oda került a downloads, meg izé, meg végre húj meg minden, hanem még mindig azért az embereknek a leges, részének a faszakiban azzal, amikor raknak valamit, csak azért, hogy ne legyen ott, ahol van. Uh -huh. Úgy, így ez van. Mi van, ha jó irányba változik? Eh, az egy lehetőség. ez Be, szerintem eh, benne van. van. Benne van, ben, benne van. Benne van. Meg az is, hogy hogy nem. Az hát is <laughs> <laughs> ugyanúgy jó. benne van. Igen, 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 igen. Pedig amúgy szerintem a celebek közül is biztos rengetegen járnak pszichológushoz. És az alapján te arra következtetsz, hogy ezeknek amúgy jó eredménye van? Vagy akkor úgy mondom, hogy a, a, a stárok, akkor így mondom. Biztosan, biztos, biztos vagy benne. Én nem tudom, lehet pont attól félek, hogy valamilyen. Utána én is fogadok egy gurút inkább. Ja, hogy egy guru, jó, az már nagyon next level. Igen. Az emberek nagyon-nagyon nehéz kikeverednie szerintem abból a bűvkörből, tudod, hogy, hogy, hogy mindent, mindent meg lehet foltozni. Erről már nagyon sokszor beszéltem. Uh -huh. A legtöbb dolgod meg lehet, de van sok minden, amit nem. De legalább Hát biztos, biztos van. Ez is igaz amúgy. Hogy van olyan. Engem. Na mindegy. Ö, köszi szépen egyébként így a témafelvettés, srácok. Izgi volt. Az a baj, előre. hogy nem vagyunk benne, mert hogyha lenne tapasztalatunk, akkor tényleg lehetne erről komolyabban beszélgetni, de sajnos nincs tapasztalat. Igen. Az az igazság, azt még hozzáfűzném, hogy, ahogy, hogy, szerintem öm, tehát nem biztos, hogy tudnék annyit fizetni öm, egy pszichológusnak, hogy úgy kezdjük, hogy először elmagyarázom, hogy, hogy szerintem nekem mi a bajom. De szerintem ezt nem kell neki elmagyarázni. Na látod, és itt van a gond. Hogy én nekem, és ezt őszintén mondom, nekem ez a problémám vele. Hogy én nem akarom, hogy valaki úgy próbálja engem megfoltozni, hogy nem tudja, hogy hogy, hogy, hogy nézek ki belőle. De szerintem, de ne, ne, ez nem így működik. Szerintem egy jó szakember a kérdései alapján megmondja, hogy te milyen vagy. Hát azért vannak prók. Hogy tudod, nem kell azt érezni, hogy most el kell magyarázni neki, hogy most te milyen vagy, hanem egyszerűen rájön a beszélgetés alapján, hogy te milyen ember vagy. Azért vannak embertípusok. És be lehet az embert lőni. Uh -huh. Szerintem szerintem a jó szakember az, az nem fog így. Uh -huh. vagy enne, ar, 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 szóval erre nincs szüksége. Uh -huh. Érdekes. Érdekes. É, én legalábbis így gondolok egy jó pszichológusra, hogy uh -huh. a jó kérdéseket teszi fel, és akkor az alapján be tud lőni, hogy te milyen ember vagy. Vagy hogy mire, hogyan reagál. Hát, szerintem ez a dolga. Uh -huh. Akkor most már csak azért is elmegyek, csak hogy elmondjam nektek, hogy hogy milyen élményem volt. De én is arra gondolok, hogy gondolatolvasó lenne valaki, persze. Jani, Tudom én szerintem az... van olyan is. Lehet, hogy van olyan is, lehet, hogy van olyan is, hanem egész egyszerűen tényleg a jó kérdéseket teszi fel, ami alapján meg tudja határozni, hogy te ki vagy, vagy hogy milyen, milyen ember vagy. Mhm. Uh -huh. Ja. Engem. Érdekes. Hát érdekes, mondom. Engem. De én még személy szerint nem éreztem azt, hogy most el kéne menjek. Ettől függetlenül lehet, hogy van benne valami. Kíváncsi hogy az a helyzet, amiben, tehát mondjuk, mondjuk, ez a helyzet, ez az ilyen online helyzet, ez mennyire specifikus? Hát valamilyen szempontból azért az. Csernus, nekem velem eleget ordibálnak, nem kell köszi. Um, úgyhogy um, mondom, hogy, hogy, hogy az, 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 hogy megoldhatom, mert szerintem nagyon-nagyon specifikus. Mondom, kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagálnának. Mit tudom, hogyha elmagyaráznék szituációkat, szívesen vinnék amúgy videókat, uh -huh. ö, ö, mondjuk streamekből. Vagy a egy pszichológusnak. Igen, hogy lássák, mi ja, ja, ja. a helyzet, és mit reagálnak, és így elmondom, miért volt úgy. Aha. Hogy arra, arra mit mondanak. De, mert érdekel egyébként, de na. Mhm uh -huh. uh -huh. Szóval minden, minden tekintetből ö, érdekes ö, téma. Igen, mondjuk tény, hogy az már eleve egy nehéz kérdés, hogy egy, egy ilyen ember találni, aki ezt valamilyen szinten átlátja. Igen. Igen, ez. Mondjuk, aki például zenészekkel foglalkozik, vagy ilyesmi. Uh -huh. Tehát, hogy akik szintén nagyon sok emberre találkoznak nap mint nap, meg sok kritikát kapnak, mondjuk. Hát, uh -huh. egy ilyen pszichológushoz az valószínűleg tud segíteni. Mert azért az úgy nagyjából közel áll egymáshoz a kettő. Uh -huh. Igen, ez csak a koncerten azért csak nem ordibálják be, hogy kurva szar vagy! <laughs> de hogy is nem. Beordibálják. Persze, meg feldobálnak szart. Az oké, okay, hogy feldobálnak. Jó, át, hogyha olyan... Hát jó. Szart. Van, van, olyan is, van olyan is, ez az, az elég szélsőséges, de hát nem tudom. Van, akit pofán dobnak a 0,33-as dobozzal. Úgy, hogy nem lehet be. a vágom, vágom, vágom. Igen. Megoldó, megoldják. 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 úgyhogy, ja, ez érdekes. Nekem, nekem kicsit az a, az a durva benne, hogy uh, itt a, tehát ugye az ember olyan, amilyen, uh, nyilván ugye, otthon is, tehát, tehát a, a, családi környezetben is másképp működik ez, és egyébként ott sincs meg ez, meg, meg az interneten is uh, másképpen működik, amikor ugye a csettel beszélget az ember, meg ilyenek, hogy ugye az embernek egy bizonyos része olyan, amilyen. Nyilván tudsz rajta árnyalni ideig, óráig valamit, valamit, vagy mit vagy, egy 20 perces videó erejéig, tudsz árnyalni dolgokat, Hosszabb ideig nagyon-nagyon nehéz. Uh -huh. uh, főleg, hogyha a streamekről beszélünk. És kicsit úgy érzem magam sokszor, tudod, mint hogyha tudod így lenne egy nagyon-nagyon mély, ilyen mindenféle furcsa falfelületű gödör, és valaki beledobna egy követ, ami tudod így pattog össze-vissza, és utána azon kurva anyázna, hogy miért hangos. Hmm. Tehát így én, 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 én magamra sokszor mikor már teljesen be vagy zárva, úgy szoktam gondolni, hogy tudod, hogy így, hogy így igen, most így én vagyok ez a kút. Tehát most így iratottan ezt a követ, most mit csináljak? Ez van, jaj, de melyre még hibás? Sokszor azért. De persze nyilván sokszor tudom, hogy tudom, amikor én. Csak így tudod, így, így ledapsz egy bombát, és akkor tudod így utána az a bajod, hogy jó, jó nagy füst lett. Tehát és utána azt mondom, miért nem volt ekkora, meg ez... Hogy így nem tudom, furcsa az én szemszögemből nézni bizonyos szituációkat, mm -hmm. és persze senkinek nem feladata egyébként ebbe belegondolni, meg nem is dolgotok ezt, csak mondom, hogy így belülről nekem így, nekem így teljesen másképp működik. Mm -hmm. Az a koncerten is sokszor van ilyen. Igen, biztos vagyok benne, hogy egy ő is kapja, de ez azért lehet, a múltkor megnyitottam, figyeljetek, múltkor hát, megnyitottam. a cipővel dobták meg. Kit? Biliálist. A koncerten. Nem tudom, hogy Vence volt. Remélem, de... hogy Vence-el. Most bocsánat, csak így eszembe jutott. Ja, ja, Azt ja. akartam mondani, hogy rákattintottam a múltkor, tudjátok, néha szoktam ilyet csinálni, hogy, hogy megnézem, hogy milyenek a toplisták zenébe Most Azari előttet eszembe. Mm -hmm. tehát, hogy miért mondják Azari, miért bántják azari Azariát azért bántják, mert ő nagyon megy most, és aki nagyon megy, az az azért megy nagyon, mert nagyon sokan szeretik, és akik nagyon sokan szeretnek, azt nagyon sokan nem szeretik. Így működik. Egyszer már elmagyaráztam ezt a görbét, vagy húszszor. Na, rámentem a top 25 Budapest listára, ami igazából Magyarország is gondolom, a, a streaming szolgáltatónál. Szerintem ugyanígy tükrözi Spotify-on is, meg uh -huh. minden, max. egy-két eltéréssel. Na figyelj, Apple Music Budapest, top Na. 25. Na. Sorolom ez a toptól megy a 25-ig. Jó? És, és, benne van a is, ez nagyon fontos, igen. Igen, mert Budapest. Nagyon fontos. Na, mondom, tehát ez a number one-tól kezdem, és megyek vissza a 25-ig. Jó. A top. Ceremónia, Azaria és Des. Pakisztáni Popó, Des és Youngfly. Béke, Azaria és Des. Vic, Azaria és Des. Rampapapam, Dash, Youngfly és Azaria, Rollin, Dash, Youngfly és K. Kevin, utána Azariától a három korty, utána Bruno X. Spatz, utána Jude Law. utána Introvertárdal Azaria, utána Walking a Street, Dash, Youngfly és Azaria, utána Gát Azaria, tehát van egy dollipa szám, ami ugye a Barbie zenéje, utána Szoszi Azzi, Azariától, aztán a Várnék Judló és Azariától, 16-nál tartunk, 17 Formúdz Azariától, utána 18 Mihály Filuca a villám, 19 Kaza de Papel Azariától, utána valami Déven Central hiszem, azt nem ismerem, utána mindegy Azariától és Destől, utána Bagira Betonhoffi, utána Billy eilish a What Was I Made For, utána Afrobeat Pogányinduló, és 25. Mi a Fasz Azariától és Destől. Szóval a top 25-ből 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 az a ria. Azt a hogy ez nem semmi eredmény azért. Szóval csak az volt a kérdés, hogy, hogy, hogy miért kapja. Vagy miért ordinálják no. meg, hogy szar? Egyszerűen azért, mert így működik egy. E, í, így működik egy ilyen görbe. Uh -huh. Hogy. És ez az, amit sokszor ugye elbillentetek. Tehát van a mid. Mondjuk van egy tízes lista, így néztek, a nulla az a nagyon szar. A tíz az a legjobb ember. Uh -huh. Ez egy ilyen listán, és itt baszódik el az embereknek az agya, nagyon sokszor ugye a különböző kritikai honlapokon, meg minden, hogy azt gondolják, hogy mi a jó a hét. Jani, kantáros nadrágos ja. úriemberek mászkálnak az ajtó előtt. Erre van valami válaszod? Nincs. Egyébként? Valaki kimenne megkérdezni, hogy mi a pejhes faszom van, és hogy hogy jöttek be? Amúgy ah, igen. Egy zárt ajtóval valószínűleg átment valaki. Wow. Igen, még nem volt, ez új. Még sose volt. Remélem, Balázs szól, ki kell menjek. Na mindegy. Öm, nem vitte magával az izét, tudod, a kukrit. <laughs> te volna ott van? Na, Öm, most ezzel így tovább megyünk. Szóval, megvan a lista. Igen. Na ott baszódik el a dolog, hogy a jó egy nullától a tízig terjedő skálán az öt. Uh -huh. Az öt a jó. Azért az öt a jó, mert ugye az öt a jó, annál ami rosszabb, az nem jó, vagy rossz. És annál, ami jobb, az nagyon jó, vagy uh -huh. tökéletes, vagy hibátlan. Tehát ez a baj, hogy ugye látsz valamit IMDB-n, IGN-en, tök mindegy, öt, és innen egyenlő modern társadalom, mid. Mid, ugye? Igen. a mid az rossz. Ez egy negatív jelző hmm. manapság. Igen, igen, igen. Ugyan igen a mid, Igen, igen, igen. Ami az öt. A mid sose volt rossz egyébként, csak ugye hozzá ez a dolog. Mert az embereknek az inger büszöbe feltolódott, tudod, uh -huh. és nekik az öt az nem jó. Az öt az átlag. És az átlag rossz. Érted? Uh -huh. Na, innentől kezdve, ha ezt vesszük, hogy jelenleg így gondolkodik a társadalom, de valójában így működik, akkor az öt a jó. És hogyha az átlagot átlagnak vesszük, akkor a legtöbb embernek az, tehát univerzálisan az tetszik, vagy legalább nem mondja róla, hogy szar, uh -huh. amilyen öt. Tudod, arról nem nyilatkozol úgy, hogy ah, hát azért buff, jó szar volt ez, meg nem uh -huh. nyilatkozol úgy, hogy ez volt a legjobb dolog a Földön, hanem úgy azt mondod, hogy ah, jó, elment. Uh -huh. És általában több embert érint ez a réteg, mint a top vagy... A, most komolyan, Barázs? Mit akartál mondani? Szerintem csak, hogy minden ember nem támadták le minket. Ah, oké. Okay. Én mindig az a kérdés vagy, hogy tök tök mindig, tök. Mindig az a kérdés, zárt ajtón, hogy jöttek be, de Na mindegy, ha én mentem volna, ki az belehallatszott volna a műsorba. Na mindegy, ezt az analógiát véve, vagy folytatva tovább, úgy tudunk menni, hogy ami, a, ami az öt, az kevésbé osztja meg az embereket. Ez a lényeg. Uh -huh. És ugye azt a szabályt veszed, hogy mondjuk ott vagy te, akinek van egy saját ízlése, akkor nagy valószínűséggel, ha valami iszonyatosan népszerű, uh -huh. az valakinek jobban tetszik, mint az öt, sokkal. Tehát sokkal nagyobb kockázata van, hogy egy másik embernek az nem mid lesz, hanem nagyon-nagyon rossz. Mert ez egy szélsőség. Igen. És amikor ennyire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon népszerű valaki, az ugye nem egy gyakori dolog, az ritkán fordul elő. Ez egy uh -huh. ilyen csúcspont, ami így kicsúcsosodik. És pontosan emiatt van az, hogy ugye akik nem szeretik, azok nagyon-nagyon hevesek szoktak lenni, meg nagyon-nagyon nagyon hangosak, mert ugyanazt az intenzív érzést váltja ki abból aki vevő erre, hogy nem azt mondják az ariára, hogy amúgy jó, hanem, God, az isten az ariá, na ugyanezt a heves érzést váltja ki abból, akinek nem tetszik. Uh -huh. Mert érted, most ez olyan, hát, hogy. A... Ez, hogy így működik. <coughs> Hidd el, hogy így működik a, a filmek közül is a legtöbb esetben. Ha van egy mit film, tudod, akkor amit ami tényleg mit, nem a negatív értelembe vett mit, uh -huh. ahol nem fogsz üvöltözni a kocsma közepén, hogy hogy lehetett ezt a szart elkészíteni ennyi pénzből. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Érted? És nem is fogsz ódákat zengenni róla, hogy ez a legjobb film a világon, nagy eséllyel. De hogyha tudod, valami így eléri a peremet, mindegy, hogy milyen időtartamba, akkor ugye így működik a kilengés. Hogyha nálatod van valami óriási kilengést okozott, az valószínűleg nagyon eltér a normálistól, és valami nagyon extra dolog. Uh -huh. Az valakiben ugyanezt az érzést fogja negatívan kelteni. E, hát biztosan, biztos ja, ja, ja. biztosan, rántottak már téged is vissza a valóságtalájára. A Úristen, az ez a legjobb fiú amit életemben láttam. Hogy lehet megnézni ezt a persze, szart, Csak dumálnak. Persze, persze. Te, mondom, ez így, Leng és kész. Na, mindegy. Um, emiatt van ez, a, ez az egész dolog, és emiatt van az, hogy, a, hogy akármennyire is tagadhatatlanul valami annyira népszerű Magyarországon, hogy már tényleg vicces. Uh -huh. Hogy az meg, semmi más nem magadnak az emberek, hogy mi a fasz van. Um, De amúgy durva. Akkor van. erre De az emberre hogy lehet azt mondani, hogy szar? Jaj. Hát úgy baszd meg, hogy ez az az effektus, ami kialakul, mm. és ugye emberekben ez így egyszerűen kijön. De amúgy tényleg nagyon komoly, hogy, hogy ennyi szer benne van. Vagy rajta van. van a top listán. Így van. Durva, mi? Na, nagyon durva, nem is gondoltam volna. Uh -huh. És szerinted uh, kinek van ehhez köze, hogy a toplista így néz ki? Hát az embereknek. Akik hallgatják, vagy az a járnak? Nyilván mindkettő. Mind hát mindkettő. Mind És kinek? Hát igen. Nagyon-nagyon nagyon érdekes, nem? Hogy, hogy milyenek a hallgatási szokások, így népszerűben, meg stb. Mert ugye ez nem rádió. Itt, uh -huh. itt megnyomja az ember ezt akarom hallani. Igen, igen, igen. ez nem olyan, hogy sokszor játszottak, jó, hogy. Így van, így van. Meg ilyenek. Szóval érdekes. Érdekes minden esetre. Nagyon. De brutál, mondom, én, már így, ahogy nyomkodtam a Next Tex Next et már így röhögtem, mondom, hogy takarodj már. Komoly, de olyan, nem az. És akkor jött a Duali a Barbie zene. Hát, ja. Meg ugye biliálisnak is a Barbie van benne. Mi Tehát két Barbie zene is van benne. Vagy a, kommentelők nem Apple Music userek. Ó. Meg tudod nézni a Spotify-on az ilyet? Ott van ilyen? Meg, persze, várjál. Szerinted ilyen? Biztos, hogy van ilyen toplista, még soha nem néztem meg, de megnézem, várjatok. Szerintetek van a Spotify-on Van. Hogy top 25? Cucc. Száz százalék, hogy van. Várjál, nézem. Azt mondja, hogy hol lehet ez vajon? Recommended, New Releases. Mert ugye az iPhone-os köcsögök hallgatnak csak az a elvileg. Persze. Gondolom. Igen. Hol top van? 50 a top 50 Hungari, magyar top Na. 50. Az nem egészen Budapest top 25, de próbáld ki. Spotify, top 50. Van egy, -e, hogy top 50 Hungari, ez a Spotify-apon belül Aha, itt találját, van, a itt srác. van, megvan, megvan, megvan. Na, első rampapám, Dash, Youngfly Azaria, utána a ceremónia, Pakisztáni popó, ez mind Dash és Azaria, amit Tudom. mondom. Béke, Lostiki, Rolin, Vic, Bulbaba, Háromkort, Introvertált Dal, tehát top 10 az Vagy de. Ez rosszabb. De figyelj, várjál. -e? Aztán jön Ördög Nórika, Bruno és Pac, az volt benne a... a... Nekem, is is. Ott volt. nekem is itt, volt. igen. Aztán jön Doja hoffi, igen, aztán Jude Law, igen. Beton -Hoffi, aztán Azaria, aztán Judló és Azaria, aztán megint Azaria szám, aztán megint egy Azaria szám, aztán Pogány induló, Afrobeat, uh -huh. aztán Azaria, Azaria, Mihály Dualipa, Azaria... A Dualipa, Mihály Filucca, a judo az nekem is benne volt. És Echo, ő a top 25. Na, hát akkor, akkor, akkor gyakorlatilag ugyanaz. Ez kurva, Ugyanaz, csak a sorrend más, a top 10 Én, az... Itt a top 10 Azaria. Az 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 a top 10 az így tiszta. Na, igen, a top 10 az Azaria, kivel a harmadik az Dash és Youngfly. De amúgy igen, Azaria. Na, nagyon Ez kemény. Nem, tehát akkor akkor nem csak az Apple Music ezek szerint, nem. hanem a, a Spotify is. Most a Tidal-ben már nem megyünk bele, ha nem baj. Ö, ö, vagy a YouTube music ba ö, ez ilyen. Ja. Látom, hogy itt valaki kérdezte, mert most látjátok, hogy ez a Happy Hour alaptervben nem így lett volna, de most így a nézőkről szól, valaki azt írta, hogy mert Budapest az Magyarország. Nem, de, ö, de a statisztika azt mutatja, hogy ö, az arányok a különböző számok között, hogy mennyi, ki, ki mit mennyit hallgat, az, hogyha a Budapesten megvan, akkor lehet, hogy finomodik, hogyha az egész országra nézed, és hát látod. Mm -hmm. De nagyjából ugyanaz, csak max a különbségek kisebbek, meg a számok változnak, de látjátok, hogy a, a Top 25 Budapest a, nek a tartalma az ugyanaz volt, mint a Top 25 mm -hmm. Magyarországnak. Úgyhogy ez van. Úgyhogy látjátok, hogy hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Nem semmi. Én, én mindig meglepődöm azon, és ez a, ez a saját hülyeségem, mert én is buborékban élek, mm -hmm. így nagyon durván, hogy hogy én, 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 meglepődök azért, vagy az, meglepődök azon, hogy, hogy, hogy ennyire kevés a külföldi benne. Aha, tehát aha. én azt gondoltam volna, tudod, hogy a világslágereket, most nem, a, nem azt mondom, hogy jó, van. Miért is benne marjuk. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy tudod, a világslágerek, amik mennek, azok miért nincs több benned? És hogy, mert, mert, mert amúgy ez, ez tök állat, hogy ilyen magyar zenét hallgatunk magyarok. Ja. Tehát királyság, nem azt mondom. De nem. csak, hogy én azt gondolnám. Megmondom mondom, most nem követtem, de nem most jött ki amúgy ez az új album. Azért is hallgatják most ilyen nagyon sokan. De Vagy a nyár elején. Az meg a top 25 van az, az, amivel elkezdte a ízét a... Jó, mindegy is a benne van, volt. igen. De most amúgy az is szerintem sokat megy, meg ugye szerintem a fesztiválok miatt is most nagyon sok ilyen magyar zenét hallgatnak az emberek. amúgy most jött ki az az album, igen, igen. Én is tudok hogy mondom, akkor a, azért de, is. De van, de, de a top 25-ben benne vannak a legrégebbi cuccok is. Mondjuk a... Hát igen, igen, igen. Igen. Úgyhogy... Ö... Végre vannak értékelt, tehetséges magyar előadók. Ezeket egyet tudok érteni. Tehát most lehet, lehet Nézd, vitatkozni ö... azon. Szerintem, hogyha megnézitek, azért Azaria egy nagyon király zenét csinál. Figyelj, én azt mondom, hogy a zene szubjektív. Ja. nyilván, én Persze, az. Ezt minden mindenki, szubjektív. Ezek új, népszerű magyar zenék. Igen, igen. Ö... És tény, hogy tudod, nem a, nem, a, nem az, ami mondjuk 10 éve, meg 15 éve megy, uh -huh. hanem egy ilyen új hulláma most ez a, ez a dolgoknak. Öm, én én az ariáról mindig is pozitívan fogok beszélni, mert nagyon-nagyon nyomja egyébként, tehát, hogy iszonyat dolgoznak, és a zenéje nagyon specifikus. Öm, az a stílus, amit csinál, az nekem, az nekem... Nekem nagyon egyedi amúgy, amit csinál. Nem tudom, most az, de de ez a, ez a stílus amúgy, ez egy, ez egy régebbi cucc, amit én nagyon mm. szeretek egyébként. Megmondom, hogy én nem nagyon szoktam ilyen zenét hallgatni. Régebben hallgattam ilyen stílusú zenét, mm -hmm. és szerintem ilyen nagyon, nagyon ö, ö, eladható formába helyezi ezt a stílust, és ez így pörög. Szerintem ez kurva király. Szerintem is nagyon jó, nagyon jó. Nem tudom, én úgy vagyok vele, srácok, hogy mert mondjátok, hogy nagyon hasonlít az összes hogy ettől függetlenül, amikor meghallasz egy azaria számot, akkor be tudod lőni, hogy ez ő. Be tudod lőni, Tehát hogy ez, ez ő már lő. egy win. Nekem, hogy, nekem az hogy az nem le... egy ilyen pulyka hangú autótyúnos rapper. Tehát, hogy azért... Pu ne ne, te nem, mert hogy ott tényleg összetéveszted ne, őket, ne, nem, hogy most melyik... Nem, nem és nem rapper. Hát igen, igen, azt igen. Mondta, hogy, azt mondta, hogy, az autotyunt az nagyon szereti egyébként. Az rendben van, <laughs> csak hogy meg tudod különböztetni, hogy ez az ő zenéje. És hmm. ez már ebben a világban rohadt számít amúgy. Igen, nyilvánvalóan, nyilvánvalóan. Nekem, nekem megmondom őszintén, hogy, hogy nekem azért, tehát mondom, nekem, nekem így nem stílusom most ez a dolog. Igen. Egy jó ideje már nem hallgatok ilyen jellegű zenéket, de de, de megértem, hogy miért szeretik az emberek. Uh, azzal egyet tudok érteni, aki írta a közönségbe, hogy igen, tehát amikor a negyedik, tehát ugye, mondjuk ezt a top 25-öt, mm. a negyedik számot elkezdett hallgatni, és nem vagy benne biztos, hogy hol volt az elválasztó, Jó. vagy hogy ez négy igen. szám vagy három, igen. az nekem olyan, hogy mm, nem tudom, nekem annyira, tehát egy idő után nekem ez a, ez a stíló, ez sok, mm. de nekem sok, mondom, ez szubjektív. De az, hogy kurva jól csinálják, az tagadhatatlan. Meg nyomják is. Meg én kurvára örülök neki, hogy, hogy vannak nagyon népszerű magyar előadók, mert kellene, kell legyenek. Hogyne, hogyne. Hát én. kell legyenek. És amúgy király. Csak engem meglepet, azt hittem, hogy több külföldi van. De ez kurva menő amúgy, hogy nincs. De ez nem azt jelenti, hogy nem hallgatnak az emberek külföldi zenét, hanem egyszerűen azt, hogy nagy részt nagyon szeretik, ami itthon van. Igen, igen, igen. Igen. Um... Úgyhogy, de durva volt ez a lista. Ez, ez, ez most jelenleg ez a helyzet. Aztán lehet, hogyha megnéznénk két hónap múlva, akkor teljesen más lenne a kép valószínűleg. Nézzük meg! Nézzük meg! Nézzük meg! Nézzük meg! Nézzük meg! Csak mert mondom most, hogy szerintem ez belerondít a statisztikába, hogy most jelent meg ez az új album. Biztos, hogy benne van az is, de mondom, az emberek nagyon ragaszkodóak tudnak lenni. Tény. Igen. Nézz meg azért, mert mi mindig itt vannak. Hogy, még egyszer? Hát nézzük az embereket, még mi mindig itt vannak. Ja, meg. Az mikor jött ki a Cat Mario? Azóta nem csináltam semmit. Hát Igen. Jani, hogyha mint, hogyha, 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 mint, mint megnézed, hogyha azt, ha azt mondjuk valaminek, vagy jónak. Hát azért volt, volt, volt jó pár dolog. Hát azt a, a centrum soha többet nem értem el. Hogyha De, azt hogy tetszett. Nem. De, Mivel? Hogy nem. Mivel? Hát, voltak még olyan... Na jó, 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 a de most, hát most, na jó, de nem eskos. lehet összehasonlítani azt. Pet, kerülgesset! Fordulj be egy kanyar! <sínt> Beszélgessünk a hüvelygombáról. <sínt> nagyon sok mindent csináltunk azóta. Lehet, hogy nem annyira kiemelkedő, meg az azért volt annyira kiemelkedő, Igen? mert előtte nem volt olyan. Igen. Igen. Ah, azért volt. És utána csináltunk még nagyon népszerű dolgokat, csak azok nem tűntek fel, mert, mert volt a már <sínt> Én nem de azt mondom, így, mert én, én, én nagyon sok tartalmat nagyon szeretek, amit csináltunk uh, az évek során, de mondom, hogy mm. ha tudod, a, a pontozós listán, amiről beszéltem, ha az a jó, meg azt, azt ja, szerettem, jó, azt érte, tetszett, mire akkor az, az, azóta jó. Az, de nincs Hát szín. ha valaki ezt nézi, mm. tehát hogyha így figyeli a csatornát, igen, neki már nagyon régóta nincs tartalom akkor. Így van, de még mindig ez itt bizt... vannak. Ezért mondom, hogy ne féltsed az ariáikat, ott lesznek a top 25-ben nagyon sokáig még. Ja... Nagyon-nagyon sokáig még. Ugye én, 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 őket nem féltem egyáltalán. Én sem, amúgy. Azt tudja, hogy jól csinálják. Engem. Na, euh, még mielőtt kivégeznek, hogy nem mondom el, mit akartam mesélni Na, a fagyigépről, és hogy legyen nagyon guztustalan ez a mai műsor, és most tök jó, mert amúgy ilyen nacé dolgokat akartam mutogatni Na. egyébként, ilyen zi, cuccot. Tök jó, hogy ebben lesz, mert legalább így nem gáz ez már olyan, amilyen. De a fagyigépről csak annyit akartam mondani, hogy biztosan hallatotok már nagyon sokszor, főleg nyugati országokból, mert ott ugye több uh, gyors van, uh, mint Magyarországon. Hogy állandóan tönkre mennek? Igen, erről az... hallottam már? -e? Arról tudok, hogy állandóan tönkre mennek. Igen, a az, az emberek e, konkrétan a mcdonalds Igen, van a mcdonalds szó, McDonald's és igen. ugye arról, hogy ugye be, be, bemész, akarsz szen egy fagyit, és, 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 azt mondják, hogy áramlott a fagyigép. Igen. És hogy ez annyira, 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 nagyon-nagyon-nagyon sokszor fordul elő, hogy sosem működik a fagyigép. Nem tudom, hogy mennyien ismeritek, akik fogyasztanak tech-tartalmat, azok ismerik az iFixit nevezetű márkát. Uh -huh. Ugye mi is használunk Persze. csavarhúzókat tőlük, stb. Az iFixit egy olyan nagymúltú, de kis cég, akik ugye ilyen szétszerelési útmutatókat, és szervizelési leírásokat, és szerszámokat gyártanak, hogy te magad tudsz szerelni a cuccaidat. De tudsz róluk. Na, az iFixit most, van ebben azért egy kicsi promó is, az iFixit most Amerikában jelenleg a kongresszussal tárgyal arról, hogy hadd szét a megis fagyigépeket, mert ők tudják, mi a baj. Ezt nem hiszem el. Igen. Hát, hogy most konkrétan az működik, hogy ők öm, magát a bordot akarják meghekelni, mert ők rájöttek, hogy mi a gond a megis fagyigépekkel, és most jelenleg kongresszusi szinten van a dolog, hogy úgy, ahogy van Amerikában, az összes McDonald's-ba csinálják meg, hogy hadd menjen a fagyigép elmébetegség, de egyébként egy nagyon-nagyon klassz ö, 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 dolog. Hát ez új menő. Azt hittem, hogy ilyen kiteket akarnak árulni, tudod, hogy szereld meg magad a fagyigépet, mm -hmm. de akkor nem. Igen. Az a lényeg, -e hogy, a hogy, hogy jelenleg arról van szó, hogy <coughs> nagyon szívesen gyártanának olyan cuccot, ami hibakólat olvas, és abból meg, kínálja a megoldást, de jelenleg ugye az ilyen szerzőjog alatt van, tehát copyrightos ugye a hibakódolvasó cucc a fagyigépekből, és azért nem tudnak. Uh -huh. És arra kérik őket, hogy adják ezt ki nekik, és akkor majd ők megoldják a, a dolgokat. Mert hogy egyébként a DMCA védi. Azt is. Ja, értem. Értem, értem. Hát kíváncsi vagyok, hogy sikerre járnak-e, meg hogy tényleg tudják-e, mi a gond. Igen. Nem tudom, hogy itt Magyarországon hányszor romlik-e a fagyigép. Mondjuk én már voltam úgy Mekibe, hogy nem ment. Uh -huh. Te jártál már úgy? Nem tudom, nem nagyon szoktam fagyit tenni. De az volt, legyen, hogy... kertem, meg volt, amikor kértem, és az egész folyt. És mondták, hogy jó, bocs, beszart a gép, és így. Igen. Ja. Azt kell tudnatok, Baszlán. hogy ez nem egy légből kapott dolog. Az ifixit ten ugye, vannak ö, ö, különböző okostelefonokhoz, mm -hmm. Xbox-hoz, playstation -hoz szerelési gidok. -ok. Hibakódok alapján meg minden. Ami ugye tök fura, mert Aha. ugye ezt a gyártó elvileg nem engedélyezi. És ezt a kört lefutották egyébként, ilyen public knowledge elven és azokat engedélyezték, és kivételt képeznek konkrétan az iFixit számára ezek az információk Aha. ezen termékekkel kapcsolatban, már most a törvény alól. Tehát ők nem alaptalanul teszik ezt. Ja, értem. Má má más termékkel már megcsinálták ezt, hogy ők hadd férjenek hozzá. Uh -huh. Úgyhogy, ha elég sok iFixit videót fogyasztasz, és vásárolsz szerelést tudszott, akkor már itt Debrecenben, hogy nem megy a fagyigép, beugrasz a pult, még egy öt perc. Már egy kicsit Jó, csinálom. Már csinálom így, Egyébként, ha belegondolsz, ez mekkora ötlet. Régen mindig, mondtam, mindig mondják az emberek, hogy ó, oh, régen meg tudták csinálni az emberek az autójukat maguknak is. Meg minden. Jó, nyilván akkor ott egyszerű gépekről volt szó. Persze. De konkrétan használt utas, utasítás volt a régi autókhoz, ami meg része volt az, hogy néhány egyszerű problémát te hogy tudsz megoldani otthon globálisan mekkora lenne a fagyigép katasztrófa megoldására az, hogyha a népet képeznéd ki arra az interneten, hogy, meg tudják csinálni. Hát igen. És gyárom, amikor a fagyigép, akkor az ember csak megfordul a meg is pultba, hogy beszállt a fagyigép, és akkor megjelenek öten, hogy na mondja. Évök. <laughs> Mi a hibakor, mondjad? Igen. igen. Na mindegy, ez, ez egyébként meg... egy jó módszer, ha Ez Nem rossz ötlet vagy hogy kell csinálni. De minden esetre ez most, ha hiszitek, ha nem egyébként elég nagy hír, és, és, folynak a tárgyalások. Tényleg ennek az ilyen szereld magad dolognak éljük a világban. Azzal, azzal érveltek, mindig is azzal érveltek ők, hogy ezt a right to repair, joggal, Tehát, hogy ha valamit megvásárolsz, vagy valamilyen szolgáltatással élsz, ami ugye utána elromlik, stb., akkor neked jogot kell legyen ahhoz, hogy meg, hogy meg, javítani. meg javítani. Ezért nagyon bántják az Apple-t, meg egy csomó mindent, ugye mm -hmm. nem javítható, és ők különböző guide és célszerszámok gyártásával teszik javíthatóvá. Mm -hmm. Hogy de, neked meg kell tudnod javítani a saját szarodat. Igen, igen, igen. igen. De furcsa, hogy tudod, mert az Apple is átállt erre, a... van egy ilyen programjuk. Igen, elég nagy nyomás, tudod, így a, a... A kormányzati szinten, meg mindenhonnan ezeken a gyártó cégeken, akik ugye hát megpróbálkoztak ezzel, és hát tudod, hogy milyen lassan őrölnek a malmok, mm -hmm. milyen lassan mozognak a fogaskerekek, Így egy 8-10 évig ezért, ugye, elizéltek ezen a kapbe a faszamat, nem fogod javítani a cuccarat, de most, de most már van, a... van a saját. Programjuk. Igen, hát de, szeret de, magad otthon. De, de, ugye, de ugye arról van szó, hogy ugye nagyon nagyon nyomás a nagy cégeken, és ezért nekik is meg kell lépni. Nyilván inkább azt, Inkább azt lépik meg, hogy akkor ők ö, csinálják. De igen, én is híve vagyok ennek a szereld magad dolognak, ö, mert... Ö, nem rossz dolog az, persze. Igen, mert attól, hogy a szereld magad dolog egy opció, attól még ha nem bízol abban, hogy te meg tudod csinálni, el tudod vinni egy szervizbe. De azáltal, hogy szereld magad... Ö, ez a DIY megy, és ugye a cégek is ebben felé sodródnak, uh -huh. így a third party szerviz, szervizek, tehát az ilyen maszek szervizek uh -huh. is hozzáférnek az alkatrészekhez, meg mindenhez, és akkor nem biztos, hogy eBay-es aksint tesznek bele, meg a faszom tudja, hogy milyen kijelzőt, értitek? Uh -huh. Hanem azáltal, hogy ugye nyit a public felé valaki, úgy, ha nem bízza magadba, hogy te meg tudod csinálni, és elviszer egy maszek szervizbe, ami a szomszéd utcában van, neki legalább lesz hozzáférése a cuccokhoz, uh -huh. meg a guide-okhoz. Nem ez a mamák csinálja valahogy? Le van Igen, igen, igen. Igen. Hát na, itt tartunk most. azért megvan ennek a veszélye is. Jó, hát hogy elbaszod? Hát igen, vagy hogy... Én szerintem az De emberek nagy tudom. részének egyébként normális, tehát ebben a szempontból egy ilyen normális ö, ö, önképe van, vagy még azt mondom... Ja, hogy fel tudja talán... mérni előre, hogy igen. ezt nem tud megcsinálni? Én, én, én azt mondom, hogy még inkább még inkább ö, ö, óvatosak, és lehet, hogy meg tudnák csinálni, és még akkor is azt mondják, hogy nem. Aha. Mert drágacuccak ezek. Tehát most az meg, most érted? megnézel egy hát gájdot. Azért ezek a gájdok -ok nem egyszerűek, srácok. Tehát amikor fogod, mit tudom én a 900-rugós telefonodat, mit tudom én a, ott meg van egy fold tuszad, vagy mi a ja. tököm, tudod, és akkor ott így elkezdesz tapsolni vele, és valami nem jó, és akkor megnézed, hogy nem az, ő ah. kell megjavítani, vagy az így szedni. Ah. Ott a harmadik szláj után így... Akkor látod, hogy négy gitárpengető van berakva. van! <laughs> betámasztva, és akkor elkezd mondani, hogy amikor elkezd várni a ragasztó, akkor benyúlsz a és nagyon gyorsan szed ki azt a kis hajszálékon csatlakozott, mert ha ledobja a ragasztót, eltépi. Na, ért, szerintem ott már sokan olyanok ezek a szerelés, mondjuk, hogy általában a negyedik, ötödik oldalán Hát igen, ez ilyen. Ez ilyen. Igen. Na mindegy, szóval öm, szerintem normális értékrendjük van az embereknek. Drága cucc, nem akarom elszárni, mit tudom én. Ez van. Sose felejtem el, amikor a Kínából rendelt, ö, ö, mi is az, OBD olvasó? Tudod, a kocsikba? Igen. OBD olvasó és íróval kiszedtem a hibakódot, érted, Faterom kocsiából. Aztán kettő kilométert gurult, is megint előjött. De olyan jó volt kiszedni. Most már nincs semmi baj. És ezt tudjátok, ti is meg tudjátok, csak ez a legnagyobb hacker érzés a világon. Volt baj, nincs baj. Ennyi. A, a is jó amúgy erre. Amúgy Körülbelül ugyanaz az eredmény, csak nem vissza. De annyira durva kitörölni, á. Amúgy igen. Nagyon, nagyon kell. Belelátsz tudod. Van azért az, 20 ezeret kérnek. Hát igen, amúgy tudom. Belelátsz, és kínai apot letöltöd, eleve félsz megadni az adataidat, de nem baj. Igen. Belépsz. Kész. Ez tudod, ez olyan, mint a tűzoltó autószerelés, tudod, erről beszéltünk már korábban. Én legalábbis így hívom őket. Tehát azt imádom. Tehát tudod, vannak autószerelők, tudod, akik akik beviszik valamivel a kocsidat, mm. és megcsinálják tök mindegy, mi az, megmondják az árát, nevezt korrektnek, vagy vannak, ha nem korrektek, nem ez a lényeg. De vannak olyan autószerelők, akik megértették a bizniszt. Te tudod, akik, akik, be, akik átlátták a kódot. Hát, mint ahogy az ízókat átalakították, ugye? Pontosan. Tehát vannak autószerelők, akik rájöttek arra, hogy ha én két autót csinálok öt napig, mindegy, mi a baja, ugye? Az nem jó. Mi lenne akkor, hogyha én csak mondjuk ilyen másfél, egy-másfél órás munkákat vállalnék. Igen. De? És akkor abból csinálok mondjuk egy nap egy ilyen nyolcat, vagy ha ketten vagyunk, akkor lett többet. És tudod, mindegyik ilyen 30-50 ezer forint. Pipak. Aki meg jön a komoly gondol, áh! ilyeneket nem várom, arra, hogy nagyon, sok idő, nagyon sok idő, és akkor, hogy kerestek annyit, mint ez és akkor tudod, ez a tipik, ez a behozod a kocsit, ó, srácok, folyik belőle az olaj, hát akkor ez most egy 10 perces meló lesz, meg -e a csáposra belőzek alá, ott van a világ, tudom, a lámpával, pontosan nem tudom megmondani, hogy honnan világít az olaj, és tenni megcsapadjuk, oké, okay, és két -hát, hogy gyere vissza, megy fel egy-két költ, akkor meg hogy hova folyik belőle az olaj, 20 ezer, csá. Érted? Easy. És egyet eltoltál, akinek a helyére jöhet valaki, akinek ki kell cserélni, tudod, az ablak törő lapátját. Pontosan. Az megint egy 20-as, 40 semmit jelben. Yeah, És most ez nem rossz dolog, mert ők nem bántanak senkit. Nem. Ez bizony. Csak rájöttek arra, hogy pff, mi az kiszedni blokkot. Hát megcsinálja majd bácsi. A kurva anyjába. Ez vicces. Ennek megalajozok két ajtót, meg törlünk három hibakódot. Így Hiba. az ülést kurva életbe. És megvan van oldva. Hányan vannak így? Semmi. Ah, megnéztük, széthúztam, összedugtam, menjél vele egy 10-15 kört, két nap, hogy gyere vissza, vissza, jöjtő, akkor nem. Nán. Ennyi. Kész. És így megvan oldva, megvan oldva. Nem kell itt belemenni ilyen komoly dolgokba, bazd Három napig a fél műhely, darabokba minden. Biztosan és folyamatosan nem. járnak vissza az, az emberek, folyamatos a flow. A, a flow az, az, az igen, az igen. Is, értem, de értem, De ezt mondasz. így kell csinálni amúgy. Ért, ért, értem, hogy mit mondasz, de érted, most ez van. Aki rájött arra, hogy neki, 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 neki ők is sem melókat csinál. És mit kéne nekik is csinálni? Látod, egy szerviz előfizetés. Ennyi. Azt kéne, egy, egy subscription. És akkor mehetsz. Folyik az olaj, jól megnézzük. Ennyi. <laughs> legjobb lenne amúgy, havi tízes lenne. Igen, ezt csinálják ö, sokan. Ők meglátták a, a piacirést. Igen, igen. ez van. Tudod, miért röhögtem nagyon sokat? Nagy Not safe for work, vagy ha irodában nézitek a műsort, akkor elnézést mindenkitől. A... Tudod, hogy nagyon sokan beszélnek, hát gyakorlatilag évek óta folyamatosan Kanye Igen. Nem tudom, szembe jött velem egy olyan, ezen beszartam. Na. Kanye, tudod, ő nagyon hithű, uh, iszonyat vallása, saját vallása is, vagy nem vallása, hanem saját ha nem, egyháza ők... is van szinte. De amúgy keresztény. Abszolút keresztény. Ja, ja, ja. Igen, igen. Mostanában ugye nagyon sok uh, képet láthatsz ugye az új feleségével. Igen, igen, tudom. Most néhány dologról fogok beszélni, elnézést még egyszer, not safe for work. Látjuk. Elmentek Olaszországba hajókázni, egy kis ladikkal. Mutatom, jó? Not safe for work. Mondom. Na. Szóval elmentek Biancával hajókázni. Nincs ezzel semmi gond, ő dolguk házasok. Tehát ne ezt kezdjük el feszegetni, jó? Elmentek Biancával hajókázni. Öm. Gond, több, több kérésem is van ö, ezzel kapcsolatban. Elmentek ugye a hajókázni Biancával, ö, megbeszélték közben, hogy mi a helyzet, és te, te az adott Bianca gyakorlatilag fuvalán. Ez a lényeg. Na, vissza a másik képre. Szóval, volt egy head. De nem ez yes. a lényeg, házasok ez De most én nem ezt akartam van kérdezni. Ilyen. Tehát két dolog. Tehát Kanye annyira unatkozik, hogy valami szörnyű. Tehát nem is értem, én azt hittem, hogy ennél azért ez egy izgalmasabb téma, de nem ez a lényeg, és mondom még egyszer, elnézést még egyszer, hogy ilyeneket mutogatok, hanem, hogy azt képzeld el, tehát, hogy miről akarok beszélni. Igen. Azt képzeld el, hogy te paparazzi fotós vagy, bazmeg. meg. És ezt így meglátod? És ezt így meglátod, bazd, hogy nézd meg a kvalitít. Tehát valaki Húl 15 méteren belülről, tökéletes fényviszonyok között cumisztatja az asszonyt, bazmeg. meg, egy olyan hajón, ahol nem tudsz hova bújni, geci, te meg ott állsz, az ilyen teleszkóppal, meg, a felhívod anyádat! haja! Kettő beszart! Ilyen nincs, az hülye! Érted, és közben így... Érted, így pengeted, mint a disznó. El is nyomok róla elnézést. Nézd, csak nincs. ebből a szempontból akartam gyakorlatilag feldobni az hát egészet. Velencébe Hogy az, hogy most Kanye ilyeneket csinál, de most komolyan, én nem leszek prűd. Most Istenem csinálják. Engem nem zavar. Ő bevállalta. Engem egyáltalán nem zavar. De azt mondja, az asszonyt, azt mondja, most mi van? Ez van. Most hajón, oké. De nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, mert ezt amúgy sokan csinálják meglepő módon. Magyarországon is egyébként. Kövessétek a Look at the az Instagramon. A gondolkodik, hogy mennyien csinálják itthon például, ugye busz megálló közepén. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy úristen, mit kapott ez a paparazzi. Gond, gondolj bele azt az agyvérzést. Amikor tudod, amikor, amikor látod... rájön, hogy ez mennyit ér. Pontosan. Hát egy mennyi pénzt ér egy ilyen kép? Igen, tehát hát meglátod Kányét és Biancát hajókázni. Az olyan basz meg, az ötös lottón négy golyó az, amit választottál és már látod fordulni az ötödiket, ahogy megy le, és az is az. Igen, igen, igen pontosan. Ilyen lehetett amúgy. érted? én, még, az ekkor objektíves kamera mellé, még így elővettem volna telót is, hogy Tudod, hogy van valaki, ilyen a világonos. Tudom, hogy kánya mindig ilyen volt, nem ez a lényeg. Csak mondom, én kifejezetten oh, a paparazzi szopósról... Hallottad ezt? Paparazzi szopó. Ez nem direkt volt. A paparazzi fotósról ö, ö, beszélek, hogy az mit kapott ott. Nagyon komoly amúgy. Én szerintem összefosta magát. Tehát az biztos, hogy az ügynökség, ez úgy ment de másnap. Én szerintem futva ment bárhova. Ahol aho, aho, aho ő dolgozik, az biztos. Igen. Na mindegy. Szóval meglepő egyébként, hogy egy teljesen átlagos dolog, amit csinálnak az emberek, mennyire más, amikor egy celeb csinálja. Más, mert nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy ezért így fényes nappal, azért, azért ez durva. De mondom, Mérleg. mondom, meglepődni, hogy mennyien csinálják. Jó, amúgy biztos ezt. vagyok benne, de azért na. De, de nem a celebek, hát akik de, azért figyelnek az ilyesmire. Igen, ilyet, igen, Kárnyan igen, igen. hát Ezt mondom, hogy azért fényes nappal ilyen celebeket nem olyan szoktál ilyet látni. Mondjuk, hogyha ilyet ennyire hívnak magát, egy fa alá bejönhettek volna, hogy legalább a Nálásra, de... Nézd, hát igen, jó, ez mondjuk már az ő dolga. Igen. Én nem tudom, mennyit ér ez a fénykép egyébként, srácok, de azt jobb, hogyha tudjátok, hogy ö, Sokat. Magyarországon egy közepesnek, vélhető celebnek, ha a gyereke születik, akkor egy szülőszobás fotó az a sok. A nem sok tessék. pénz. Tehát azt, hogy kányéről csinálsz egy cumizós képet, az ilyen. nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, amúgy csak mondom. A fotóst is leszadták aznap. Gyanítom, hogy igen. Benne van, amúgy. Öm, Benne van. Sok, sok pénz amúgy. Ez Nagyon sok pénz. De mondom, mondom még egyszer, ne haragudjatok, Jele, jeleztem előre, hogy nagy szép for work, és nem gusztustalankodni szerettem volna. Jó, és azért nem látszott úgy. Meg láttam, hogy annyian kibannak akad, hogy fú, hogy ilyet csinál a feleségével? Na jó, biztos, de nem ez a lényeg, hanem maga a nyilvánosságban mondom, én, én, én azonnal a paparazzire gondoltam, hogy róla miért nincs kép, hogy meglátja. Én, a én, az én a reakció meglát. én egy másik paparazzi lettem volna rossz szögbe, én őt fényképezem. Ahogy így, <suk> Ahogy vigyorog. <suk> még amúgy, amúgy, amúgy annyira gusztustalan emberek, én nem, nem, nagyon nem szeretem a paparazzikat. Tudom. Én, én sem, sem, sem. emberek amúgy, meg nyilván nagyon gázszentúl, amit csinálnak, de de, jó, de de ez ez vicces lehetett. Jö, <coughs> jó, de kányérról annyit, hogy nem tudom, egy hetes sincsenek Olaszországba, azt hiszem. Csak azért hmm. tudom, mert ugye a Twitter pörgeti, vagyis az X. Tehát azóta követik fixen őt vagy tized. Aha. Tehát, tehát ilyen nyolc szögből van meg az, hogy így sétál. <coughs> A, és a cím az, hogy Kanya Olaszországban. Igen. Tehát, hogy nem gondol, hogy lehet, hogy gondolta. Lehet, hogy meg akarta pörgetni. Ó, te Istenem. Durva tudsz. Na, vissza kemény, a De kemény volt. Tehát vagy Janinak, vagy neked, Pisti, gyereket kell szülnötök, és a másiknak lefotózni. Ezt most arra írod, hogy akkor sok pénzünk lesz, vagy arra, hogy ezt szeretnéd? Mi nem tudunk szülni gyereket. Tudom, Szerintem tudom, arra, hogy sok pénzünk tudom, lesz. Hogy va tudom, hogy vannak olyanok, akik ezzel nem értenek egyet. Vannak olyanok. Én egyetértek vele, mi nem tudunk. Tudom, Ilyen. hogy minden csak elhatározás kérdése, akkor sem. De nem lesz, nem, ne, na mindegy, ez most egy nehéz kérdés így, megmondom uh -huh. őszintén, mert ugye ezen már régeség túl vagyunk. <laughs> De mindegy. Uh -huh. Ja, Istenem. Egy ilyen generált terhes fotózás még lehet. Amúgy az igen. Na, azt megnézném, amúgy. Érdekesen néz neki. Hm. Na mindegy, szóval ö, én Mókásnak találtam ezt a... Ö, ezt a dolgot. Az, de az. Eh, az. Különleg a második kép az a legjobb. Hát, de... Jó, most nem. Tehát sok van. Ja, értem. Van sok kép. Tehát, hogyha ki akarsz látni kánya száján, olyan is van. De na mindegy, sok kép készült. Az, az, a, tehát a csávó rákönyökölt az ex, a, 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 a gombra. Gondolom. Amúgy. Úgyhogy igen, ez van. Egy rövid dolog még így a végére, mert csak hogy ezen nagyon-nagyon nevettem, és nem tudtam megnézni, hogy Dédes tapolcsány merre van igen. egyébként, de a részegestékről. Nem tudom, hallottad-e, ez most egy side note, zárójel, hogy a Lánchíd megrongáló fiatalok is jelentkeztek. Nem. nem őket nem. ugye keresték, letöltek Aha. ott ilyen díszeket, meg minden igen. szart már Lánchídra, és fel, és feladták magukat. Aha. Nagyon érdekes volt hallani erről egy riportot. Feladták magukat, és tudod, így ültem és hallottam, hogy feladták magukat a láncidat uh, megrongáló. Vagy Margit hidat? Vagy csak hogy Margit híd. Margit hidat. Margit hit, lehet ezt a bocsánat. És um, ők feladták magukat, és azt mondták, hogy ők, ők nem akarták megrongálni a hidat. Hagyok időt. Én is így ültem, hogy nem. <gül> Mindegy. <gül> csak bebasztak és ez lett. <laughs> ez volt a magyarázat. Megszállt Igen, őket bocsán, a sátát. Igen, na mindegy, ez csak így zárójában akartam Egy akart démon szállt beléjük. Szerintem vicces volt, hogy ezt mondták, de na mindegy, az nem vicces, hogy megrongálták akármilyen hír is az. Ümm, viszont dédes tapolcsányban egy férfi bebaszott, és uh, hát arra gondolt, hogy hát, tudjátok, részegen gondol az ember sok mindent. Hidat rongál meg, stb. Ő Dédes tapolcsányban parkolt egy busz. Egy ilyen turista busz jellegű valami. Hogy ő azt feltöri és állapja? Na, uh -huh. betört a buszba és elvitte. A cikk innen tovább megy, de én most megállnék. Hogy indította be? Mert ezt nem kérdezi meg a, 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 a cikk, hogy hogy indította be a buszt. Jó kérdés. Benne hagyták volna kulcsot? ez egy, egy lehetséges válasz. Hát, De az, hogy bebaszva betörsz egy turistabuszba, és csak úgy el tudod vinni, nekem ez a mondat itt nem zárul. Ne? Nekik igen. De ugye itt oknyomozó riporterekről van szó biztosan. Na, szóval, hogyha ezen túllépünk, tehát figyelj, beszasz. Tehát lenyúlta a buszt, és elment vele. Miért? Csak. Igen. Mert be volt baszva. Na, és az a lényeg, hogy nem jutott sokáig, és árokba hajtott ezzel a busszal. Igen. Ugye nyilván kiérkeztek a rendőrök, is vártatva, hogy mi a fasz. Ugye lopott busszal, lezúztad magad. A 30 éves férfi időközben megpróbált elmenekülni az éppen érkező rendőrök elől egy menetrend szerinti buszjárattal. <laughs> Lehet, hogy ez ugyanolyan dolog, <laughs> mint hogy hogy kell beindítani, de én itt is megálltam. Mi a fasz? És ott volt a busz megállóban? Hát várt a busz, no? Várt busz. Az a próbát menekülni a kiérkező rendőrök elől. Hát ez kész. Igen. Kiderült, hogy ittas volt, és nincs jogosítványa. Persze, Na mindegy, nekem a kedvencem volt, mindig imádtam, a, várat megfogalmazó, vagyis igen, tehát az esetet megfogalmazó embereket. Tehát a Kazincbarcikai rendőr, rendőrkapitányság, figyelj, Jármű önkényes elvétele és ittas jármű vezetés eddig rendben van. És innen jön, ami mindig rövök. Megalapozott gyanúja miatt indult eljárást. Még mindig csak gyanú. Oké? Okay. Engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás indult el. Hú, de kemény. Tudom, hogy mindig csak gyanú, mert benefit of the doubt, vagy hogy mondják ezt, meg innocent igen. until proven guilty, de akkor is. Megalapozott hát, hát. gyanúja fennáll, hogy önkényesen tulajdonítottál a járművet, de, és de, itt a sabezettel. De bazzik, de, 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 most tényleg, elképzelem, hogy ott, ott van a busz megállóban. Kiugrassz a, a lezúzott buszból, az meg, már hallod a távol, hogy nézd, hogy 6.35, lehet ide ér. Felülök, 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 bazd meg, úgy megyek el, mint mikor Joker kirabolt a bankot. Ennyi. Hiding! Hát, fog nézni. Hiding in plain sight. Tudod, és akkor van egy ilyen közeli sát, ahogy mögötte látszik a kék fejl, meg a buszon, mint a 8 mert földbe, ami nem. Annyira jó ez. Zseniális. De gondolj bele, hogy egyből kiszúrták a busz, hogy ez... barasztot, így áll, hogy... Ez ugyanaz, de, nem ugyanaz, de majdnem ugyanaz, mint amikor tudod, valaki menekül a rendőrök elől, és indexel. Igen, azokat én is bírom. Indexel, mi Indig. amikor balra megyek, akkor indexel. Gyors, a, legendás gyors, Evo, vagy a legendás uh, Érdekes mondom, mindkettő sárga volt. Igen. Um, igen. Azért indexelt a balra fordulás, biztos, hogy biztos. Tehát, a sztori csak attól lett volna jobb, mint hogyha lett volna, még lehet egy műbajusz. Uh. Vagy, vagy tudod, ilyen szemüveg. Ah, arra ment. Az az ment. Szerintem nagyon részek volt ő, meg hát szerintem mennyire megijedhetett be a záróhoz. Nem tudom, szerintem ott már lehet kezdett kimenni a szesz. Azt mondod? Szerintem az adrenalin dolgozott benne lehet. Igen, ott a félelem uh. és a butaság találkozott, kezet fogtak, hogy uh. itt nem lesz így jó. De amikor realizáltam úgy, hogy belevitte a buszt a az, az durva lehetett amúgy. Nem? Igen. Már tudod, hogy van, nem az övé. De miért vitte olyan el? Sokat GTA-zott? Viccből. Poémból. Nem baj csinál az ember sok hülyeség. Boly, boly. Jó, most minek töröd le a keresztet a Margit hídra? Na jó, ez igen. De most komolyan. Azt... Kivel baszol ki? De nem tehetek róla. Ismered, aki felrakta, vagy mi? De Pisti azt mondták, nem akarták. Azt mondták, hogy ők nem akarták megrongálni a hidat. Csak bebasztak. Csak bebasztak. És aztán ez lett. Igen. A Sesco Démon vissza. Megszáll... A... Hát így van, megszállt őket az alkohol. Igen. Tudod, milyen érdekes dolog van még, amit meg akartam osztani veled? belet nem nem ebbe a happy hour-be, kéne nem, egy olyanban, bal, ami nincs így elbaszva, de akkor is. Ö, ez csak egy lista. Nem tudom, mert tudod, a World of szokott érdekes dolgokat megosztani. Igen, tudom. De most szeretném megkérdezni tőled, hogy neked mi a véleményed erről a listáról, ha értelmezni próbálod. Rázom is nyugis rácok, így amennyire tudok. Ezek itt a világ nagy cégeinek a a vezérigazgatói. A nevük nincs ott, csak a cég van ott. És hogy, és, hogy... És, és az a zászló India. Igen. Igen. Hát nem a... kell ebbe nagyon mélyen, Jani? csak így mondd ki, mit gondolsz. Nézd, fejlődő ország. Téged ez nem lep meg? Amúgy meglepő, hogy ennyi. Mert tudom, hogy hát most a Microsoftot, meg az alfabetet is tudtam, hogy az. De a többi nem is tudtam, a starbucks nem tudtam, hogy. A ceo ja indiai. Ézze, és nem tudom, hogy a World, of, no. statistics, uh, World of Statistics. Az onlyfans azt tudtam, hogy mennyire, mennyire ö, ö, pontos, de azért meglepő, nem? Meglepő. Pusztán érdekességből akartam fel, ö, felhozni, mert az indiaiakról egyébként, ö, tehát azt. Csak hogy tudjátok, hogy szerintem a legkeményebben dolgozó és magukat a leges-legdurvábban a, a halálik képző emberek közé tartoznak. Hát ez látszik. Tehát az, a hogy mond. ők fel vannak készülve erre, és hogy azok az emberek, akik ezeken a pozíciókon vannak, azok nem véletlenül rakták oda, az biztos. B persze, Nekem ne persze nem. nem. a rasszisták, meg a. Nem, Mert ez nem az a szint. Az az Indiában az IT képzés az már nagyon régóta elég komoly. Egy az, hogy komoly, de mondom, de uh, kívüls, az indiai, és azért látszik. Az indiai. Uh, az indiai családok közül azok, akik ki tudják fizetni a képzését, azoknak az embereknek, akik olyan helyeken végeztek, ahonnan mm. ilyen helyre lehet kerülni, azok, higgyétek el, hogy azok a, tehát a tanulmányaikban is, a, a munkamorálban, az önképzésben, mindenben, ezek nagyon durva arcok. De nem a, nem a, nem a tech supportos poénokat akartam feltétlenül hallani, persze nyilván azok is viccesek. De, Jó, persze, de, tehát, de nem. A CEO nem, felhív, nem és ez azt hogy a hívnak. Jó, <laughs> de ne, azért azt akarom, ez, ez más szint, Bocs. basszus. Ez Igen, más szint azért. De ja. Csak mint érdekesség, így egy pillanatra akartam felvillantani, mm. hogy szerintem ez, ez durva. Tényleg nagyon komoly. Hungary ilyen Trends, közben a jobb oldalon. Bitcoin, Orbán. Mi hazánk, ChatGPT. Ez, ez vagy Azaria, 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 azaria. Nagyon kenítek ezt a uh, trending témát egyébként, srácok. Bár az Orbán az most a izé miatt van. A takör A Carlson-os, igen. Interjú ilyen. Kint van amúgy, már csak mondom. Ja, ja. Ha valakit érdekel. Öm, nekem nem volt idő még ezzel foglalkozni, de minden esetre ez egy érdekes információ. Az, de tényleg ez... ez... Ne, nagyon jó van, srácok! Elnézést mindenkitől, hogy megkarcoltuk a reggelét. Ö, találkozunk kettőkor az aputás Podcastben, uh -huh. aminek kapcsán... Ö, fogunk beszélgetni ugye Nessai kollégával arról meglepő módon, hogy augusztusban mivel, játszott mivel játszottunk, és még néhány olyan dologba kapcsolatban, ami messziről köthető a gaminghez, vagy hozzánk. Most kopasz küldött -e linket, csak most egy kicsit el... Rendőrségi eljárás -e -e az m 1 pisilő autós ellen. Augusztus 15 eset. Vártok. RTL klub anyaga egyébként, csak szólok, még mielőtt nagyon bántanak. Ő kiszállt a pályán! Arra men! Az mi? De hogy alapjáraton hagyta az autót? Zsigurul magától, vagy mi a tökön? Vártok már, hogy volt? Az Hú. Kiszállt? Várjuk a picit. Hadd Megmondta az araszolást, kiszállt, átsétált a kocsik között, és vizelt egy férfi az emegyes 1 es autópályán, mindez az autópályát kezelő kamerák előtt. De a kocsi az ott megáll? Ja, ott áll a kocsi a most lá... Ja nem. Nem áll, ott minden megy. De hol áll a kocsi Most vagy vissza Vagy Hája, mindjárt, mindjárt megnézem, mindjárt van. húzódott a belső sávba. Jaj. Már mutatom is, srácok. De tényleg megállt. Megállt ő. Mindjárt mutatom. Itt látszik, hogy visszamegy. Ez, ez, ezt csinálta a Space gombra. <laughs> Ezzel lejátszunk. Igen. Hát ott van. Ki a Tesla engedi el, csak mondom. Nézd meg. És ott, ott, ott. Berakta az elakadási házat a belső sávban, és elment ugyazni. Ez most nem tudom, hogy mi egyébként, amit látod, de mi? mindig. Móka, még ki. Hát... Ilyet még nem láttam, de most nézzétek, lehet nagyon erednek, neki. És amúgy látszik, látszik hogy rohadtul nagy dugó van. Okay. Köszönjük a linket. Köszönjük Ettől a linket. Még Csak fura, hogy pont a belső sávban ment ki pisilni, legalább mit én a leálló sávban megállt volna, vagy nem tudom. Az is szabálytalan egyébként. Látszik, hogy nem kamionos volt, azok nem állnak meg. Az a másik. Ez a... Miért a belső sávban? Ez egy remek kérdés, Na, ez mert a, ez amúgy a a bár... használhatta volna. Hát, igen. De nem, a... se használtam az a de az egy fokkal jobb. Az se lehet, de, de jobb lett volna, mint a belső sávból átrohanni. Miért nem most, hogy be? Igen. Nem, nem igen. kell behugyozzon. Csak menjen ki legalább a leállósába, Igen. Szerintem behugyozhatna. Ezért kell kepis üveg az autóba. Vagy üveg, igen. Az nem, az nem, 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 Az majd kepis üveg. Kepis üveg. De üvegbe is mehet, ha elég ügyes vagy. Az a baj, hogy kell egy kezdeti lendület hozzá. Hát igen. És amíg azt eléred, az, az van... Jód, jó, az még mindig jobb, az és, uh -huh. mint hogy bepisílsz. igen, igen. igen. <laughs> Na, igen. Bár egyébként, amikor már annyira a végét járod, azonnal hatalmas nyomás van. Ott nincs, ott, így van, nagyon jól mondod. Ott jön a lendület, ott a végében van a gondok. Igen. Lehet, Igen. úgy is, hogy így. <laughs> egy darabig. Ó, Istenem. Hm, érdekes. Jaj. Lényeg az, vagytok, úgyhogy elmegyünk. Így van, eltűntünk. Na, szevasztok. Kettőtől, aputás, szevasztok. Így van, na, szevasztok.